Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok a helyszínen, a Tegyük a helyére mai adását. Van, ben, valvel, vagy ahogy akarjuk, és a beszélgető társaimat, Forrs Attilát, Piszter Ervint és Görbic Tamást. Egy komoly vállalásba kezdtünk ebben a fél évben, nevezetesen azt próbáljuk körüljárni, megvizsgálni, helyére tenni, amennyire tőlünk telik, hogy hogyan viszonyul Isten a kegyelem idején, az új szövetségben, ebben az időszakban a test cselekedeteihez, a bűnhöz és a bűnöshöz, és ma, amiről szeretnénk beszélgetni, hogy az új szövetségben mit jelent és mit takar az a kifejezés, hogy bálványimádás vagy bálványimádó. Ugye a címül írtuk azt az ige részt az 1 Korintus 8.4-ből, hogy egy bálvány sincs a világon, mondja Pál apostol. Meg mond ilyeneket, és hogy tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem minden annak tisztátalan, aki annak tartja. És az első kérdésem az rögvest az lenne, hogy miközben tudjuk Istenről azt, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Van-e különbség az isteni viszonyulásban az Ó és az Új Szövetség között? A bálványimádás tekintetében. Tehát tudjuk azt, hogy az Izrael felé Istennek a bálványimádásnak a tilalma az nagyon erőteljesen megjelent, és amikor ők ezt átlépték, és nem tartották be, akkor a súlyos következményei voltak, az asszír és a babiloni fogságot is, a Biblia azzal indikolja, mert aserákat, baálokat, astarótokat imádtak az élő Isten helyett. Az új szövetségben viszont, hát azt olvassuk, hogy Jézus Krisztusnak az egyszerű és tökéletes áldozata megsemmisítette, eltörölte a bűnt, a vádiratot is eltörölte. Most azt szeretném kérdezni tőletek, hogy akkor most hogy van ez most az új szövetségben? Hogy viszonyul Isten a bálványimádáshoz, meg a bálványimádókhoz? Talán Attila, téged kérdeznélek először. Köszönöm szépen. Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, de nem így lesz, akkor azt mondanám, hogy... Hát azért azt sejtettük, hogy... Hogy a bálványimádókat nagyon szereti az Úr, a bálványimádást gyűlöli. És szerintem az új szövetségben a tét emelkedett bizonyos értelemben véve, akkor, amikor Jézus leül Nikodémussal beszélgetni, vagy Nikodémus Jézusra azon a bizonyos éjszakán, akkor azt mondja a Nikodémusnak, hogy szükséges nektek újonnan születnetek, mert ami testtől született, test az, ami szellemtől született, a szellem, ne csodálkozz, hogy azt mondom, hogy újonnan kell születnetek, a szél fúj, ahova akar, így lesz majd mindenki, aki a szellemtől születik. Ott Jézus fölhívja a figyelmet arra, hogy ugyanúgy, ahogy a rendben a földi világban csak úgy létezhetünk, úgy tapasztalhatjuk meg, úgy érzékeljük, hogyha beleszületünk, ugyanígy az Isten országába is úgy kerülhetünk bele, ha a szellem által beleszületünk. És Jézus Krisztus által ennek az újjászületésnek a kapuja megnyílt, az ember újjászülethet, és ennek az újjászületésnek tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az első lépcsője az, amikor nekem személyes kapcsolatom lesz az Istenről. Az új szövetségben van egy csodálatos ígérete, azt mondja a Biblia, hogy nem tanítja majd egyik ember a másikat arra, hogy milyen az Isten, hanem mindannyian személyesen fognak megismerni engem. Tehát itt van egy hatalmas lehetőség az új szövetségben, hogyha a szellemtől születünk, akkor mi Isten megismerhetjük. Most nyilván, aki bálványt imád, az azért imád bálványt, mert magát az Istent nem ismerte meg. Az egy testi cselekedet, ahogyan a Galata levél, ami az alapja ennek az egész beszélgetés sorozatnak beszél erről, hogy a test cselekedete a szellem ellen tör, a szellemi pedig a test ellen, és azt mondja, hogy azért ne legyünk bálványimádók, mert a test az nem örökli az Istennek az országát. Tehát, és a bálványimádást nem azért gyűlöli az Isten, még egyszer hangsúlyozom, mert egyébként a bálványimádókat nem szereti, nagyon szereti őket, hanem azért, mert egy olyan világban, egy olyan képzeletvilágban, egy olyan valóságban léteznek, ami nem köti őket össze Istennel, holott Istennek az a vágya és az az akarata, hogy minden embernek személyes kapcsolata legyen vele, és a bálványimádás az ilyen értelemben véve egy vakvágány, ami nem közelebb visz Istenhez, hanem elszakít tőle, azzal együtt, hogy
talán vannak olyan bálványimádó emberek, sőt biztos, hogy vannak, most bármit is jelentsen ez, majd biztos később majd kifejtjük, akiknek a bálványimádását alapvetően egy őszinte Isten keresés motiválja. Görbic úr, mi, hogyha definiálni kell, mi ugye be elég jó vagy, hogy hogyan lehetne definiálni, hogy mi ez a bálványimádás? Hát ha definiálni kellene, akkor a 10 parancsolat első parancsolataihoz nyúlnék vissza. Ugye, amikor Isten kihozza a népet, megismerteti magát a néppel, akkor azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek idegen isteneid. Tehát egyetlen Isten van, és az a rész is, amiből ugye a mai estének az idézetét vettük, az 1 Korintus 8 is úgy kezdődik, hogy azt írták a korintusiak Pál apostolnak, hogy hát ha nincsenek bálványok, akkor tök mindegy, hogy eszük a bálvány áldozati húst, vagy nem, hiszen a bálványok nem tesznek sem jót, sem rosszat, emberi kész csinálmányai, akkor bátran hajrá. És ugye az apostol a válaszában két figyelmeztetést fogalmaz meg. Az egyik, hogy hát igen, de azért a bálványok azok nem a semmiből lesznek, hanem gonosz szellemek találják ki a bálványok imádását és azoknak a kultuszát, pontosan azért, hogy teletömjék az emberek agyát és fejét olyan hamis ismeretekkel, amelyik akadályozzák őket az igaz Istennek a megismerésében egyfelől. Másfelől pedig, hogyha van is ismeret, az felfogalkodottá teszi az embert, hanem a szeretet motiválja, és ezért a bálványáldozati hús megevésének a korlát nem az, hogy a bálvány ham bekap, és akkor tönkre tesz, és nem tudom én micsoda, mert az nem tesz sem jót, sem rosszat, hanem az, hogy milyen hatással van ez a testvéremre, milyen hatással van ez a másik emberre. Úgyhogy ezen a ponton korlátozza a dolgokat. Ha tovább megyünk a 10 parancsolatnál, ugye akkor azt látjuk, hogy ne csinálj magadnak bálványképet, ne imád, ne tiszteld, ne borulj le előtte, vagyis minden olyan dolog tekinthető bálványimádásnak, ami egy olyan tárgyon keresztül, mondanám, mágikus cselekedeteken keresztül akar az Istennel kapcsolatban lépni, hiszen az Új Szövetség, és amikor Nikodémusról volt szó, akkor lapozzunk egy fejezetet, és akkor a Szamária asszonytól is idézzünk egyet, hogy Isten szellemben és igazságban kell imádni. És a bálványok ebben akadályoznak meg, és itt értek az Attilával teljesen egyet abban, hogy ez vakvágány, tehát valaki erre indul el, és azt gondolja, hogy ezek a tárgyak, eszközök különleges mágikus szellemi hatalommal, spirituális hatalommal felruházott dolgok és tárgyak képesek arra, hogy közelebb vigyenek Istenhez, akkor a válasz az, hogy nem, éppen ellenkezőleg ezek eltávolítanak a valóságos közösségtől. Ez nagyjából olyan, mint amikor találkozhatsz az édesanyáddal, és megölelheted, és adhatsz neki virágot, és jót dumálhattok, és helyette te egy kép, a fényképét, vagy egy festményt ugye beszélgetsz, és azzal akarsz közösségbe lenni. Ez nem az, amire Isten vágyik, és nem az sem, amire te magad vágysz. A prófétáknál pedig nagyon egyszerűen össze lehet foglalni a bálványimádásnak az üzenetét abban a mondatban, hogy ne azt imádd, amit a te kezed csinált, hanem imádd azt, akinek a kezei téged csináltak. Ervi, mi a helyzet a más vallások hívőivel? Na várjál! Na jó, várok! Tehát először is egy helyesbítést szeretnék, múltkor mondta a Tamás, hogy elmenekültem a kényes kérdések előtt, és a gyaraki Dávidot kértem meg, nem így volt, elutaztam külföldre, és nem a kényes kérdésektől féltem, hanem mivel nem voltam fizikai. Ez csak egy irónia volt. Ezért megkértem a Dávidot, aki nagyon-nagyon értelmesen, nagyon jó helyet, úgyhogy ezúton is köszönöm Dávidot. Mindenképpen jár a dicséret, hogy ezek szerint utólag megnézted az adást. Így van, meg szigorúan. Na, jó. Na, akkor kanyarodjunk oda, hogy mi az a szellemi paráznaság, hogy ott Igen, apróságok, igen. Jó, egy levegővel. Na, annyira szeretnék, és teljesen az a gondolat volt bennem, amit Tamás is mondott, hogy ha a feleségem az én képemet ölelgetné, és az én képemben lenne eltelve, és az én képem jelentene mindent a számára, és nem én, sajnos akkor én nagyon kétségben lennék esve. Tehát akkor azt mondom, hogy akkor nagyon baj. Nagy tehát ott baj nagyon van. Nagy baj van, agyilag is. Az emberiséghez az Isten nagyon közel jött, amennyire csak lehetett. És az Ószövetség és Újszövetség viszonylatában mondom, hogy az alapkérdésed volt, Jézus Krisztusban az Atya kijelentette magát, bemutatta, hogy ilyen vagyok. És Jézus többször is mondta, hogy én vagyok.
És ezzel egy olyan megtapintható, meglátható, érzékelhető képet adott, ami minden további képet, amik emberi kéznek a csinálmányai, amiről az Ószövetségben is tiltott, teljesen értelmetlenek és fölöslegesek. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy ezután senkit nem ismerünk emberi szempontból, mert egyszerűen Jézus Krisztusban az Istennek a valósága, a karaktere, a külseje, belseje szerintem minden ott volt, és benne volt. Filip, aki látott engem, az látta az atyát. Tehát én azt gondolom, hogy az Ószövetségben még elrejtőzködőbb volt az Isten, és mégis mondta, hogy ne csinálj, és amikor megjelent, akkor az egy nagyon nagy hatásos dolog volt ott a Sínain. Az Új Szövetségben pedig még személyesebbé tette. Tehát az én hitem és a meggyőződésem az, ami egyébként már is hangzott, hogy amikor mi megismertük őt, és ahogy szoktuk mondani, hogy találkoztunk Jézussal, ami egy külső ember számára ilyen bolondul hangzik, mi az, hogy találkoztál, ez bemutatkozni. Amikor mi megismertük őt, akkor olyan személyes benyomást kaptunk róla és tőle, ami mindent elsöprő, tehát minden fölött van. Tehát én is nem gondolom, hogy azzal, hogy olvasom a Bibliát csak, és olvassad, és én is olvasom, vagy azzal, hogy imádkozok, vagy gondolkozok ezekről a dolgokról, hogy az bármit is helyettesít azon kívül, mint amit a Szent Szellem kijelentett bennem. Tehát én azt gondolom az alapkérdésre válaszolva, hogy minden bálvány, ami emberi kéz csinálmánya, és kiszorítja ezt a fajta személyességet. És ez lehet bármi, ez lehet akár a vallás, lehet ami rettentes karizmatikus meggyőződésünk is, és azért nagyon veszélyesek ezek a területek. Tehát én ezt az egész kérdést odatolnám, hogy semmi, de semmi nem helyettesíti azt a személyes ismeretet, a személyes meggyőződést, a személyes találkozást az Istennel, és ha viszont ez megvan, akkor az összes többi értelmetlenné válik. Egyszerűen nincs szüksége az embernek arra, hogy valami pótcselekmény még mellé bejöjjön. Na most akkor mi volt még a konkrét kérdés? Hát mindent elmondtál, lényegileg Attila valamit nagyon akart mondani, úgy látom. Nem, egyetértek. Mindannyian ugyanazt mondtuk, csak a magunk. Mi a helyzet a más vallásoknak a hívőivel? Mi a helyzet a muszlimokkal, akik Allahhoz imádkoznak, mi a helyzet a buddhistákkal, krisnásokkal, vagy mi a helyzet a szuperszellemi karizmatikus a reformátusok által kárhozatos bálványimádásnak minősített katolicizmussal, Mária kultusszal és a halott szentek kultuszával, vagy mi a helyzet a fösvénységgel, ami bálványimádás, vagy akiknek az istenük a hasuk, tehát azért elég sok bálvány van, és nem, akkor mi a helyzetos, akkor az Isten ezeket, akik, ugye egy bálványimádónak sincs örök élete, ami megmaradna benne, és nem mennek be az Isten országába, akkor most hogy van ez? Attila. Megismételni tudom magamat, az Úr nagyon szereti ezeket az embereket, és az a meggyőződésem, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazságnak a megismerésére eljusson. Hát de volt itt keresztes háborútól kezdve. Igen, mindenféle, meg ma is, mai napig is égeték, meg nem tudom, ilyen vallásháborúk zúgtak, pontosan a bálványimádás miatt, hogy kiírtsuk a bálványimádást, vagy a bálványimádókat. Igen, nyilván, hogyha valakinek az a szándék, hogy kiírtsa a bálványimádókat, az valószínűleg nem igazán értette meg azt, hogy amit Jézus Krisztus képviselt. Azt már csak zárójelbe jegyzem meg, és akkor majd elmondják a többiek, hogy ezzel együtt azért az Ószövetségben gyakran felszólította az Úr kövezés. Az ő népét, hogy bemennek valahova, vagy az ígéret földjéről is írtsák ki a bálványimádókat, és akkor megjelenik lelki szemeim előtt az Illés proféta horror sztoria, amikor ugye a bálprofétákat. Belemetélt a kis bele, igen, igen, és ott vagy folyt a brazil prédikátor, aki karizmatikus prédikátor, aki megrugdosta a televízió adásban a Mária szobrot. Igen, igen, igen. No, ez csak ugye, hogy cifrább legyen a kép, de ahogy elmondtuk az előző kör válaszban is, Jézus pontosan azért jött el, mert az embereknek a
szívében, fejében, gondolataiban, még az Isten népének az elképzeléseiben is nagyon sok hazugság élt Istenről. És a bálványoknak a bálványokkal való közösség az nem visz bennünket közelebb Istenhez, nem visz bennünket közelebb az Istennek a megismeréséhez, és a bálványimádás az egy céltévesztés. Most nyilvánvalóan, hogyha valaki azért nem akarja hirdetni az evangéliumot, és tudjuk, hogy az evangélium az nem egy tanrendszer, hanem az egy személy, a názareti Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem akarom hirdetni, most bocsánat azoktól, akikre ez vonatkozik, a bálványimádóknak Jézus Krisztust, mert hogy nem lesz nekik jobb a helyzetük azzal, ha megismerik Jézust, akit én hirdetek nekik, mint hogyha bálványimádók maradnának, akkor az egy elég nagy probléma, mert akkor fölmerül a kérdés, hogy én vajon milyen Jézus Krisztust ismertem meg. De én arról vagyok meggyőződve, hogy ha valaki megismeri az igazságot, aki egy személy, akkor a megismert igazság a szabaddá teszi őket. És minden olyan kultusz, minden olyan vallásgyakorlás, minden olyan tradíció, kultúra, minden egyéb, ami nem az Isten személyes megismerését idézi elő, az egy céltévesztés, hiszen Isten arra teremtett bennünket, hogy vele egy személyes, szoros kapcsolatban legyünk, és ez azt az utat választotta, hogy Jézus Krisztus eljön, bemutatja nekünk az atyát, és aztán Jézus, amikor visszamegy az atyához, akkor pedig jön a Szent Szellem, és ő bizonyságot fog tenni nekünk arról, hogy mi az igaz valóság. Én ez a más vallásokkal kapcsolatosan egyetértve az előttem szólókkal, azért én azt nagyon fontosnak tartom, hogy minden emberben van, ugye ezt úgy szoktuk mondani, egy űr, egy istenkereső űr, amit az Isten rakott belénk. Hogy keresse őt az emberek, keressék is, vagy kitapogathatják, vagy megtalálhatnák-e. És én azt gondolom, hogy ezek a fajta istenkeresések, hogyha egy olyan világban van, mondjuk egy muzulmán, vagy egy buddhista világban van, azt nem lehet elítélni. Tehát azért, mert mi egy jobb közegben születtünk, egy jobb éghajlat alatt, és mi hallhattuk az evangéliumot, vagy a zsidó-keresztény kultúrának a területén éltünk, az egy kiváltság. Az egy kiváltság, és egy nagyon fontos dolog. Én nem ítélném el azt, és nem is eszem ágába sincs, mert hiszen a szívek vizsgálója az Isten, hogy amikor az a buddhista vagy az a muszlim ott van a maga hókusz-pókuszával, most bocsánat, nem megvetésként mondom, nem ismerem annyira, de ott van, és ő tényleg valami transzcendenst, valami természet fölött itt valakit olyat keres, akiről ő neki nincs még, de exakt kijelentése vagy megfogható valósága, mint nekünk keresztényeknek van, akkor én azt gondolom, hogy ez az ember a maga módján, erre az emberre elmondhatjuk, hogy ez egy istenkereső ember. És minden ember keresi az Isten. Ez az én meggyőződésem. Én azt gondolom, az ateisták is a maga módján. Egyrészt fontos, hogy ezért kell nekünk elvinnünk az evangéliumot, hogy megértsék és meghallják, és ugye, hogy felismerjék ezt az állapotot. És mivel Isten a szíveknek a vizsgálója, és az Isten látja minden embernek a szívét, azért én azt gondolom, hogy az Isten gondot visel arról, hogy ezek az emberek a maguk módján, a maguk idejében megtalálják azt, amit keresnek. Én azt hiszem, hogy ő rájuk is igaz az, mert ez egy általános elvet mondott Jézus, hogy aki keres, az talál. Görbic úr, ezek az emberek, ezek ördögimádók, vagy pedig Istennek az elszélet eltévejedett gyermekei. Most a buddhistákra gondolod? Hát az összes más. Mindenki nem úgy hisz Istenben, és nem Jézus Krisztus. Jó, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye mi érkezünk a magunk teológiájában az egyedül üdvözítő egyházból, ahol az egyház tagság jelentette az üdvösséget is egyúttal. És ezzel Luther Márton rés tört éppen az ortodoxok kedvéért, akiket úgy gondolt, hogy nem kéne kihajítani rögtön a gyehennára ebben a felfogásban, amit kérdeztél, amikor azt mondta, hogy egyedül Krisztusban van üdvösség, nem az egyház üdvözít, hanem Krisztus üdvözít, de azért az egyedül üdvözítő egyház gondolata azért csak ott van mindenkinek a fejébe, vagy legalábbis valami fajta elit tudat, hogy mi vagyunk az elit, meg azért nem tudom micsoda.
De az evangélium nem erről szól, az evangélium arról szól, hogy Isten magához hívja az embereket. És itt két dolog van, amit világosan látni kell. Az egyik dolog az, hogy olvassuk az Efézus 6.12-ben, az, hogy a világ sötétségének a birtoklói futószalagon gyártják a mindenfélét, amivel teletörmik az embereknek az agyát, a fejét, a lelkét, a szívét, hogy ne lássák meg a Krisztus evangéliumának a dicsőségét akkor se, amikor az eljön a maga erejébe, maga valóságába hozzájuk, meg se hallgassák, ha lehet, ha meghallgatják, akkor azonnal helyből utasítsák el, vagy ha nem utasítják el helyből, akkor később mondják azt, hogy jó, de hát akkor. És ez egy létező dolog, ez a sátán királysága, és erről a Biblia beszél, és ezért azt mondani, hogy nem, hanem mindenki csináljon bátran, meg nem. Ez így nem, ebben a formában nyilvánvalóan nem igaz. Ugyanakkor, ha valaki elmegy, és a Szent Inkvizíció nevébe rágyújtja a Jeruzsálembe ugye a zsidókra a templomot, vagy a muzulmánokat lemészárolja az ő szeretett istenének a nevébe, meg mit tudom én, az nem az Isten szolgálja, az a sátán szolgálja, mert a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva, és Jézus azoknak, akiknek a szívében ilyen gyilkos indulat volt, pontosan ezt mondta, hogy lehet, hogy ti is azt gondoljátok az önigazultságotokból, hogy Isten szolgáljátok, de valójában a sátán szolgáljátok, és ezen a ponton nyilvánvaló a dolog, mert aki Krisztus szolgálja, az Krisztushoz hasonlóan kész önmagát is valamilyen szinten, amennyire a hite engedi, feláldozni a másikért. Aki pedig a sátán szolgálja, az meg a másikat akarja feláldozni a saját, nem tudom én micsodája vélt, vagy valós felekezeti hülyeségeiért. Ez egy nyilvánvaló vízválasztó dolog. De nemrég feltették ezt a kérdést nekem, hogy most akkor a buddhista egy buddhista üdvözülhet-e, vagy nem. És a világos válaszom az, hogy nem, egy buddhista nem üdvözülhet. Ez azt jelenti tehát, hogy egy buddhista törvényszerűen elkárhozik? Nem, nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a nagy fehér trón elé oda kerül a buddhista, és hogyha az a buddhista szomjazott az Isten után, és a legjobb lelkiismerete szerint igyekezett az emberi normákat, mert a szeretet, meg a fele baráti szeretet, mert ezek emberi normák, és egyetlen egy nagy világvallás sem létezhet ezek nélkül, mert nem tudna fennállni, megsemmisülne. Nincs kultúra, nincs olyan állam, ami képes volna ezek nélkül működni. Ezek általános alapelvek, amelyek nélkül azonnal megsemmisíti saját magát minden, ami ezeket nem vallja. De a nagy fehér trón előtt kiderül, hogy ő Istent kereste, és a legjobb lelki... akkor van esélye arra, nagyon jó ócokkal indul arra, hogy a nagy fehér tróntól bekerüljön az eljövendő világra, a föld népei közé, a többi jó indulatú istenkereső buddhista közé, és így tovább, és aztán feljárván Jeruzsálembe, majd Takács Feritől, meg a többiektől, akik már megismerték az Istent közvetlenül, direkt, és van ismeretük és kijelentésük róla, tovább tudjon fejlődni és növekedni az ő hitébe. De ha az a buddhista hallotta az evangéliumot, ettől dühös lett, és kapára, kaszára kapott, és belemetélte az evangélistát, meg a prédikátort, meg a misszionáriust a tengerbe, és egyébként is hadjáratot vezetett minden ellen, ami nem olyan, mint ő, és pont úgy viselkedett, mint a Szent Inkvizítor, csak a maga oldalán, annak rosszak az odzai a nagy fehér trónnál, és bizony, ha ördögivé vált, akkor az ördög sorsában fog osztozni, és belekerül, ha nem találtatik a neve beírva az életkönyvébe, akkor belekerül ebbe a bizonyos kénkövel égő tüzes tóba, és ez a két lehetőség van. Az üdvösség útja egyedül Krisztusban adatott. Aki Krisztus nem ismeri meg, a fiút nem ismeri meg, magát az Isten szeretetének, azt az önfeláldozó hatalmát, ami a kereszten megnyilvánult, a feltámadás erejét nem ismeri meg, az üdvösség alatta mennyi Jeruzsálemben levő polgárjogot értjük, és én ezt értem alatta, akkor ez az egyetlen módja, ez nagyon kizárólagosan hangsúlyozza az evangélium. Én is most egy kicsit kilépnék a kérdező szerepéből, hogyha megengeditek. Ugye azt mondja a Pál apostol a... Segítünk, Ferdi, neked erről mi a vélemény? Köszönöm szépen. Azt mondja a Pál apostol a Jézusban nem hívő zsidókról, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. Teljesen egyetértek, hát hiszen ezt mondja az Isten igéje, hogy nem adatott az ég alatt más név, amelyben lenne az embernek megtartatása, mint a názareti Jézus Krisztusnak a neve. Még teljesen egyetértek, hogy azt mondja ugye a János 14.6, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság, és senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam. És ugyanakkor engem rettenetesen irritál az a keresztény gők felsőbbrendűség, kirekesztés, amivel
én elég sokszor találkoztam, és ebben lettünk szocializálva, hogy aki nem úgy, és nem azt, és nem, azok mind mennek a lecsóba. És hogy itt hallottuk a Görbüc Tamástól, hogy a Jelenések könyvében, hát valahogy a pogányoknak a gyógyítására, ott a mennyei Jeruzsálemben az életnek a fájáról oda kerülnek ezek a pogányok az új ég és az új földre. És a Jelenések 20-ban le van írva tényleg a nagyfehér trónnál, és ezt a Máté 25-tel lehet nyugodtan a kecskék és a jók ítéletével párhuzamba állítani, hogy Isten a cselekedetei alapján meg fogja azokat ítélni, akik sem nem hittek Jézusban, sem nem hittek ő benne, hanem valamilyen módon feltámadt az összes halott, és annak alapján fognak megítéltetni, amit cselekedtek. Tehát lesz egy ilyesmi, és azt mondja, hogy és akik nem találtattak beírva az élet könyvébe, azok mennek a kénkővel égő tüzes tóba, ami a második halál. Tehát én nagyon ellenzem ezt a keresztény gőgöt, amivel le akarjuk írni ezeket az embereket. Nekem nagy lecke volt, voltam olyan helyen, ahol hinduk valami olyan buzgósággal imádkoztak, élték a hitéletüket, hogy én ezt nem tudtam rájuk azt mondani, hogy ezek az emberek, ezek itt most az ördögöt imádják. Ezekben alatt egy buzgóság, csak nem Istent ismerték. És én ezt, és hát tudjátok, az a helyzet, hogy ráadásul sok emberi kvalitásban, tulajdonságban, békességben, szeretet, egyebekben nagyon jó teljesítmény nyújtottak. Vagy ismerünk olyan, mind a négyen ismerjük az Amint, aki palesztin muszlim létére olyan hívő keresztény tulajdonságokkal és erényekkel dicsekedhet, és vezette a mi zarándok csoportjainkat ott Izrael földjén, és mondta, hogy ő hisz Jézusban. És már úgy tartott, hogy akkor ő meg is térne, mert beszélgettünk, de azt mondta, hogy nem meri, mert a családjától tart, hogy akkor ott mi történne. Tehát én ezekben a dolgokban, miközben mondom, teljesen egyetértek, hogy Jézuson kívül nem adatott más név. Jézusban az újjászületést kínálta föl az Atya. Jézusban Isten megkínált bennünket minden ember számára, hogy megismerjék az Istent, mint Atyát. De én a Pál apostolnak a véleményét mondom, hogy azt mondja az Apcsel 17-ben, ott az aténi prédikációjában, jár a városban, és látja a bálványokat, és háborog a benseje, és utána azt mondja ezeknek az embereknek, hogy hát körüljártam, és láttam, hogy szerfelett vallásosak vagytok. És láttam egy olyan Istent, akiről ti azt mondja, az ismeretlen Isten. Na, akit ti nem ismerve tiszteltek. Azt hirdetem én nektek, az Isten. És úgy fejezi be, hogy e tudatlanság idejét elnézi az Isten. És most parancsolja mindenkinek, hogy térjen meg, vagy térjen új felismerésre. Mert rendelt egy napot, amikor minden ember meg lesz ítélve egy férfi által, akiről azzal bizonyította be, hogy ő az ítélő, és ő az Úr, és ő a Krisztus, hogy feltámasztotta a halálból. Na, hogy most kérdezzük, igaz? Mi a következménye, vissza a kérdező szerepkörbe, mi a következménye az örökké valóságban, mi a következménye itt a földi sorsunkban, ha valaki hívő létére bálványimádásban vesz részt. Ugye nagy kérdés, hogy most ez hogyan, hogy hívő létére bálványimádó, hát Jézus Krisztusban hívő létére. Akkor ugye ott valami nagyon mellé ment. Én inkább arra szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy most mi annak a következménye, amit most megfogalmaztunk. Tehát, hogy ebből most mi milyen következtetéseket vonunk le. Mert amit elmondtál, Pál ugye azt mondja ott Aténban, hogy látom, hogy nagyon vallásosak vagytok, és tessék, itt van ez a talapzat az ismeretlen Istennek. Ő Pál nem azt a következtetést mondta le ebből, hogy akkor jó van az úgy, ahogy van, én titeket békén hagylak, mert látom, hogy itt aztán vallásosság van, meg azt minden, mondja, hanem azt mondja, hogy hirdetem nektek ezt a személyt, és azt mondja, hogy az Isten azt parancsolja, hogy mindenki jusson egy másik felismerésre. Így van. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy, és igen, de ugye
Vesztünk rá, itt van egy óriási nagy lehetőség. Égetek van, mentek a pokolba. De nem ezt mondta, nem ezt és nyilván, és nagyon nem, szerintem nem, nem korrekt ezt a két szélsőséget hangsúlyozni, hogy vagy az van, hogy valaki ördögimádó is megy a pokolba, vagy mi volt a másik, hogy, hogy ez jó, a vallásos gők, úgy. És a másik meg, hogy jó van az úgy, mert Pál se ezt csinálta. Tehát, hogy, hogy mégis a pogányokhoz hivatott el, és arra tette fel az egész életét, hogy a bálványimádó népeknek hirdesse az Isten evangéliumát, aki egy személy, a názareti Jézus Krisztus. Tehát őt hirdette, mert tudta azt, hogy ezek az emberek lehet, hogy úgy látszólag minden oké, és elmehetünk a hindukhoz, bár megmondom őszintén, hogy nem biztos, hogy szívesebben élnék Indiában, mint Európában, és mondhatjuk, hogy jó van, hagyjuk őket, mert jó van ez így nekik. Nem, tehát hogyha én egyszer megismertem Jézus Krisztust, akkor tudom, hogy annál nincsen jobb opció, mert az atyát csak rajta keresztül tudom megismerni. Azt mondja a János evangélium, hogy Jézus Krisztusban a teljes valóság, a teljes igazság jelent meg. Szóval szerintem nem ez a két kategória van, hogy vannak a pökhendi gőgös keresztények, akik lenéznek mindenki mást, hanem van rengeteg olyan keresztény, akik találkoztak Jézus Krisztussal személyesen, és ez a találkozás egy olyan hihetetlen nagy erővel hatott az életükre, hogy nem tudják magukba tartani azt az igazságot, hogy Pál is azt mondja, hogy miután találkoztam vele a damaszkuszi úton, onnantól kezdve nem tanácskoztam testtel is vérrel, hát egy vágy volt benne, hogy megossza azt az élményt, azt a hihetetlen megtapasztalást, ami ott volt benne, és pitad Isten még ezt a pogányok felé is képviselte, és ment, és hirdette ezerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bálványimádás céltévesztés. Nagyon sok szempontból céltévesztés. Nem azért, mert feltétlenül az ördögöt imádják. Biztos, hogy vannak sátánisták, akik tudatosan az ördögöt imádják, de az is biztos, hogy aki báványt imád, lehet, hogy az Istent keresi, de összességében véve nem az Istent imádja, ugyanis az imádás az összekapcsolódást jelent, és ez nem az Istennel kapcsolódik össze, hanem egy ideológiával, rosszabb esetben egy démonnal, egy hamis szellemiséggel, mert azért az is megvan írva, hogy ezek a szellemi hatalmak, ezek tudatosan próbálják az embereknek a szellemi látását elvenni, megvakítani őket, pontosan azért, hogy ne lássák az Istent. Szóval én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliuma, az tökéletesen ellentétes a bálványimádása, és tudom, hogy ezzel most nem a kérdésre válaszoltam, csak azt akartam elmondani, hogy kell, hogy legyenek ennek következményei, hogy egy hívő életében milyen következményei vannak ennek. Szerintem leginkább az lesz a következménye, hogy az az ember lelkileg, szellemileg egy beteg állapotba kerül, mert nem az igazsággal kapcsolódik össze, nem az atyával kapcsolódik össze. Föl kell tenni a kérdést, hogyha valaki hívő létére bálványimádó, az miért vezetett oda? Az megismerte az igazságot? Tehát kizár dolognak tartom, hogyha valaki megismeri az igazságot, akkor mellette beemeli az életébe a bálványimádást. Akkor lehet, hogy egy olyan evangéliumot hirdettek neki, ami össze volt keverve mindenféle törvénnyel, vagy hamis tanításokkal, és az nem elégítette meg a szívét, és keresgélt tovább, és akkor bekeveredett mindenféle egyéb. Na, mindegy, átadom a többieknek a szót, mert rengeteget tudnék róla mondani, de persze vannak következményei. Ervin. Hívőként is. Hát a hívő bálványimádást az én is oda sorolom, hogy egy megismerés hiány, egy ismeret hiány, egy olyan valami, amivel próbál azok, amiket felidéztél a Istenük, a hasuk, vagy az összes többi. Ösvénység. Igen, hogy valami olyan helyettesítést próbál, amivel ő úgy gondolja, hogy kompenzálja magát. Ez egy ismeretnek a hiánya, ez annak a hiánya, hogy nem értette meg az ember, hogy minden szükségünkbe van töltve ő benne, mindennel meg vagyunk áldva ő benne, mindenre van erőnk ő benne, és az összes többit. És bizony a keresztény tanítások is arra hajaznak, hogy nagyon sokszor az ilyen igényeket azt úgy vetik föl, hogy érez magad úgy, hogy nem vagy kész. Én az egész kérdéshez azért szeretném azt mondani, a világ meg van mentve. Jézus Krisztus áldozata, egyetlen áldozata örökre
helyrehozta azt a fajta zavart, ami az Isten és az ember között volt. Isten megbékélt a világgal, a buddhistával is megbékélt. Nem haragszik a buddhistára se, nagyon nagy árat fizetett azért, hogy az a buddhista ember, és itt az embert aláhúzzám, és csupa nagybetűben írnám, az igazság megismerésére eljusson. És az, hogy ennek mi a körülménye, erre Istennek gondja van, mert gondja van az ő igéjére. Gondja van arra, hogy elérje az embereket, Reinhard Bonnkénkon keresztül, meg nem tudom én kik, Billy Grahameken keresztül, de úgy egyénileg is. Hát nagyon sok muzulmán országban Jézus jelenésekről beszélnek, stb. Tehát én azért azt mondanám, hogy én egy picit se mondom azt, vagy mondanám azt, hogy azért, mert mi itt születtünk, és teljesen jogosan nem cserélnénk esetleg egy indiai emberrel, de ő meg nem teheti meg, hogy nem ott született, és hogyha így van, akkor meg kell értsük, hogy a megváltás munkája ő rájuk is kiterjedt. Ők is Isten gyermekei, mert az Úr a Föld, és annak teljesség és minden rajta lakó ember. Az Úrhoz tartoznak az emberek, Isten a teremtőjük, Isten az alkotójuk, Isten a formájuk, és Isten a megmentőjük is. És az, hogy az Isten ezt milyen formában és hogyan fogja elvégezni, ez legyen az ő dolga. A mi feladatunk az, akik megismertük az igazságot, hogy ezt mindenféle módon ismerté tegyük, buddhistának, muszlimának és kereszténynek is. Tehát visszatérve az, hogy a hívőknek a bálványimádás, az egy ismerethiányból, egy olyan hiányból ered, amiben ő ott nem találta meg a helyét vagy a módját, és csak most mondom, miért lesz egy hívő alkoholista? Csak most ugye játszunk el akkor ezzel a gondolata, mondván, hogy az alkohol mondjuk egy bálvány. Mert az életének egy problémájára, és persze ezt sem lehet teljesen átadni, de csak most játszunk a gondolat, egy életének egy problémájára vagy többre nem kap választ, és valami olyat keres, ami pótszerré válik. És ezért mondjuk mindenkinek, hogy Istenhez szaladj, Istenhez fussál, ne az alkoholhoz fuss, ne a szexhez, amikről ennyit beszéltünk, ne kicsapongásokba találd meg, vagy például aki most hülyére zabálja magát, bocsánatot kérek, de ilyen is van. Hát én is imádkoztam olyan emberért, aki azt mondta halálos betegen, hogy mert a húgysav olyan mértékben volt, hogy azt mondták, hogy meg fog halni, hogy ő nem mond le a csülökről, és meghalt, és kérte, hogy imádkozzak. Mondom, imádkozok érted szívesen, de hát hagyd abba a csülök zabálást, mert meg fogsz halni. De azt mondta, hogy arról nem tud lemondani. Oké, hát elment az Úrhoz, végül is jó helyen van, csak élhetett volna mégis, ez nem cinikus akarok lenni. Tehát tanítsuk meg a testvéreket abban, hogy bízzanak feltétlen az Istenben. Nem kell pócolják, nem kellenek bálványok, nem kellenek kisistenek, nem kellenek szobrok. Nem kellenek, most mindegy, hogy a szobor az a szobor, vagy pedig csülök formájában jelentkezik, nem kellenek az Istennel való kapcsolatba. Persze, nagyon nehéz az, hogy amikor valaki benne van egy ilyen kötelékben, vagy függőségben, akkor nagyon nehéz, de mégis nem lehetetlen, és a szabadító az egyedül a názareti Jézus Krisztus. És ha valaki azért keserűségében, bánatában, mint egyébként a Biblia is mondta, hogy add a bort az keserű lelkűnek, hogyha abba hiszik, akkor tanítsuk meg, hogy ennél van jobb, ennél sokkal jobban, ne legyen ez neked egy olyan valami, ami túlnövi magát benned. Köszönöm szépen. Görbis tanár úr, hogyan viszonyuljon egy hívő, Jézus Krisztusban hívő ember, amikor látja ezeket a bálványimádásokat? Hát nyilván, hogyha az egyházon belül jelenik meg a bálványimádás, annak általában kétféle oka van. Az egyik az, hogy tévejgés vagyon, tehát nem az igaz Istent hirdetik az embereknek, hanem olyan szertartásokat, meg olyan eszközöket, meg olyan anyagi dolgokat, amiket felruháznak szellemi hatalommal, spirituális hatalommal, és ezzel akarják helyettesíteni a valóságos élő kapcsolatot az Istennel. Ez nyilván minden formájában tilalmas, és ahogy többször elmondtuk, vakvágány, zsákutca, gödör, kinek hogy tetszik.
A másik rész meg a, ugye olyan, mint a skorbut, amire az Ervin utalt, hogy hiánybetegség. Tehát, hogy egyszerűen, hogy az ember, amikor a test cselekedeteiről van szó a levélben, a test cselekedetei akkor burjánoznak el, amikor az ember valami pótszer után néz, mert van egy benne egy éjség, egy szomjúság, amit nem tud betölteni, és nem helyes módon akarja betölteni, hanem a test felajánlja a bűn ideig óráig való örömét, és addig az ideig óráig legalább jó. Előtte is rossz, utána még rossz, de addig legalább, amíg tart a szer, meg a hatás, meg ez a jó. Ugyanígy, amikor az emberek félnek, mert az aranybórjút is miért csinálták az emberek? Elment Mózes, itt vagyunk vezető nélkül, most mi lesz velünk? Ezek a hiányok hozzák létre az ilyesfajta bálványokat, és amikor a keresztények elkezdenek amuletteket hordani, meg kabalamacit, meg nem tudom én micsodát. Hát akkor ez a prédikátor képét kiteszi a zongorára, most mindegy. Hát az nem feltétlenül bálványimádás, de... Hát, igen, jó. De ha, jó, mondd a te gondolatot. Hazamegyek, leveszem Ervin képét a falról. Hát ajánlom. És rögtön leveszik. De... Tamás tett helyére. Lenint visszarakják. De, hanem, tehát ezek a hiánynak a jelei, tehát valami éhség van, valami szomjúság, valami rossz módon, rossz étellel, rossz itallal, mérgező étellel, mérgező itallal akar betölteni a dolgozó. Tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy a viszonyulásunk, a helyes viszonyulásunk az, hogy megtárjuk fel a hiányt, mi a probléma, mi a gond. És próbáljuk a gondot orvosolni, mert ha a lelke fáj, és a lelke beteg, akkor gyógyítsunk meg a lelkét, és ha meggyógyul a lelke, akkor magától el fogja hagyni ezeket a dolgokat. Vagy ha rosszul tanították meg, és azt hiszi, hogyha azt a bálványt cirógatja, marógatja, öltözteti, ugye már hindukról szó volt, hát ők öltöztetik a bálványaikat, meg mindenféle, és azt hiszik, hogy az Isten azon keresztül nézi őket, vagy kerülnek vele kapcsolatba. Olyankor nyilván az ember elmondja az evangéliumot, és hogyha ez az ember átél Istennek a szeretetét, és látja, hogy ez nem kell szobor, sőt éppen ellenkezőleg a szobor inkább távol tartja ettől, akkor magától fogja azt mondani, hogy köszönöm szépen, de nem kérem. Annyit tennék hozzá, hogy a Galata levél, amikor ezt tárgyalja a test cselekedeteit a szellem tetteivel ellentétben, akkor az egész onnan indul, hogy Pál azt mondja, hogy hát emberek, hát itt milyen evangéliumban hisztek? Hát nem ezt hirdettük nektek. Hát valami nagyon félrement, tehát ki beszélt nektek itt valami másról, ami miatt odajuk adunk ki, hogy most a bálványimádásról kell beszélgetni. Tehát, hogyha a valódi evangéliumot hirdetjük, amit Pál is hirdetett, akkor ennek egyenes következmény, hogy az embernek eszébe nem jut bálványokhoz fordulni, mert ez egy full pótcselekvés. Tehát mindig, tehát mert kérdezted, hogy mi a következménye, meg egyebek, tehát hogy inkább azt mondanám, hogy minek a következménye az, amikor az ember elkezd bálványokat imádni. Tehát az, akkor ott az evangélium valahogy nagyon-nagyon félrement és le lett alacsonyítva, vagy valami más evangéliumot hirdettek ott, ahol fölüti a fejét a bálványimádás. Igen, de az emberben megvan a hajlam, hogy valami megragadhatót, kézzelfoghatót, abszolút, megcsinálhatót, mágikusat csináljon, mert egy szellemistent a testi embernek keresni borzalmas, pontosan, erőfeszítés. Így van. Tehát... Vértizzadásos erőfeszítés. Pont, és sokszor igen, ezt igen, az erőfeszítést nem tudja, vagy nem akarja az ember megcsinálni, és ezért egyszerűbb neki keresztet vetni, vagy egyszerűbb neki valamilyen ilyen megragadható, megcsinálható formulába. És a csapda mert nem köti össze, ugye a 106. Zsoltár írja azt, hogy fölolja, hogy nem pusztították ki az idegen népeket arról a földről az örökkévaló parancsa szerint, hanem összekeveredtek velük és követték gonosz tetteiket, azok bálványáit imádták és csapdába estek miattuk. Tehát ez egy csapda helyzet, a bálványimádás. És nagyon jó, amit mondtál, ez az Isten keresés, pont most hallottam tegnap erről egy definíciót, hogy a bálvány nem kell keresni. Megvan, hogy melyik bálványt tudod elővenni a szekrényből, amikor ez van, az van, amaz van. Az Istent viszont keresni kell, tehát az Istent kutatni kell. Ugyanúgy, ahogy a feleségednek, férjednek a jellemét, személyiségét, szívét ki akarod kutatni, mert ez egy kapcsolatról szól, az Istent keresni kell, és ez egy csodálatos dolog egyébként, egy fantasztikus felfedezés. Egy bálványt azt nem kell keresni, nem kell kutatni, ott tudjuk, hogy mit kell bedobni ahhoz, hogy a várt eredményt esetlegesen kidobja, de pont ez a baj, hogy elszakít bennünket az Isten valódi megismerésétől. Köszönöm szépen. Itt van ez a Halloween, amire rengeteg keresztény, vagy nem rengeteg, de jó néhány keresztény ráugrott, és elkezdték az ördögimádással ostorozni mindenkit, aki
ezeken a Halloween ünnepségeken részt vett. Vagy itt van, amikor a hatalom az ő istenük. Most nagy választási kampányok zajlanak az Egyesült Államokban, és mindenki Isten nevében jön, és kiderül, hogy mindegyiknek csak a hatalom az istene, de rá akarják venni a hívőket, és jó eséllyel rá is veszik a hívőket arra, hogy ellenségeskedjenek, hogy harcoljanak, hogy megbélyegezzék, hogy ha te nem ezt választod, akkor az ördögöt választod. Tehát itt vannak ezek a harcok a törvény által, hogy megvédjük az Istent. És a bálványimádás, most a bálványimádásnak nagyon sok formája létezik, és hát a kereszténység, és én nekem nem tudom ezt elengedni, ne haragudjatok, hogy nagyon sok évszázad telt el úgy, hogy hol így, hol úgy, de egymást bélyegezték meg hívők azzal, hogy te azért vagy bálványimádó, mert a Máriához imádkozol, te meg azért vagy bálványimádó, mert a vezető lelkészt tiszteled úgy, mint az Isten helyére már az ő, hogyha ellentéteset mond az Istennek igéjével, akkor is az őt követed, és egy csomó minden ilyen dolog bejött, és azt szeretném én megfogalmazni, és próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne botránkozás legyen, hogy nekünk nem azt adta az Isten feladatul és küldetésül, hogy kioktassuk egymást, és beleverjük egymást a betonba különböző vélt vagy valós igazságok által, akármilyen igazságok által, hanem azt adta feladatul és küldetésül, hogy hirdessük ezt a Jézust, mint hogy Pál tette Athénban, és hirdessük, hogy az embereknek az Isten a szeretetéből meg akarja mutatni magát, és ki akarja jelenteni magát. És ő az, aki ezeket a torzulásokat, ő az, aki ezeket úgy helyre tudja tenni, mert még soha egyetlen egy mágiagyújtással, elítéléssel, vagy megvetéssel, egyetlen egy homoszexuálist nem lehetett még rávenni arra, hogy megtérjen az élő Istenhez azért, mert megmondták neki, hogy mi minden lesz. És ugyanígy érvényes ez a muszlimokat sem azzal fogják rávenni a keresztények, hogy elmondják, hogy hát aztán így meg úgy. Tehát én azt hiszem, hogy továbbra is az Isten szeretetének, az országának a képviselete, bemutatása, ennek a Jézusnak a bemutatása. Jézus például a szamáriai asszony, az nyitott egy ilyen platformot neki, hogy hát akkor most hogy kell imádni, és akkor jött ugye a szamaritánusok, ugye bálványimádók voltak. És akkor Jézus nem volt hajlandó ebbe a zsákutcába bemenni. Hát más volt a kultusz. Hanem kijelentette magát. Bocsáss meg, itt keverednek a fogalmak. Tehát a bálványimádás az egy dolog. Ha valaki hataloméhes, és a hatalom az Isten, az egy másik dolog. Nem bálványimádás? Nem. Ha valaki hamis Krisztusokat hirdet, vagy politikai messianizmusba tévejedik el, az se bálványimádás, a szamaritánusok se voltak bálványimádók. Más vallásúak voltak. Annyit szeretnék csak, ha már a Halloween-t felhoztad, és nagyon kevés idő van már, hogy én nagyon sok olyan keresztényt ismerek, aki a Halloween-nel kapcsolatosan nem azért emeli fel a mutatóját figyelmeztetőleg, mert bárkit ezzel kárhoztatni akar, vagy bunkós bottal fejbe akar venni, hanem van egy egyszerű figyelmeztetés, vagy egy jó szándékú figyelmeztetés. Talán ez az egyik olyan leginkább a, nem tudom, a nyugati kultúrkörben megtartott ünnep, ami a legkevésbé sem lett valahogy átkonvertálva valami keresztény ünnepé. Minden szentek. Hát a minden szentek, igen, a katolicizmusban, igen, volt de ott se feltétlenül, mert azért ott egy kicsit összecsúsznak a dolgok, de a Halloween ugye eredetileg mivel ez ugye itt már bejön beköszönt a sötétségnek az időszaka, és a hagyomány szerint ezen az éjszakán az elmúlt évben elhunyt lelkek ekkor vándoroltak át az alvilágba, tehát mindazok, akik az elmúlt évben elhunytak, és amikor ez a nagy lélekvándorlás ugye az alvilágba megindult, kitették a mindenféle jutalmakat és egyebeket, meg lámpákat, hogy nehogy, ahogy mennek át az alvilágba, valami kárt tegyenek azokban, akiknek a házaik előtt elmennek. És nagyon sok mindenben egyébként a mai Halloween ünneplés ezeket az elemeket tartalmazza. Tehát amikor az én gyerekeim közül valamelyik meg lett hívva egy Halloween partiba, ahol mindenkinek borzasztó félelmetesen be kellett öltözni, ez valahol egy buli, és elment.
nem tiltottam meg neki, és aztán amikor mondta, hogy, és borzasztóan félt, amikor kötelezően leültek horrorfilmet nézni aznap éjszaka, mert ez az éjszaka a rettegésről szól, azt tudtam, hogy ez nem oké. Tehát nem tesz jót a gyerekemnek, egyáltalán nem áldás. Nagyon sok olyan dolog van mögötte, ami abszolút a félelmet generálja. És most én nem azért, mert hogy most akkor ezzel az ördögöt imádta, vagy bálványimádó lett, vagy akármi, csak tudom, hogy egyszerűen nincsen jó hatás ennek az egésznek, akkor mi a túrónak csináljuk. És sokszor az emberek nem azért csinálják, mert ez annyira jó, hanem a többiek is csinálják, én is csinálom, bekapcsolódok, stb. Tehát, hogy szerintem nem szabad ennyire kisarkítani, hogy azért, mert azt mondom, hogy a Halloween nem feltétlenül oké nekem, és nem fér bele, az akkor én már is, én a károsztató keresztény vagyok, aki bukott. Tudod, hogy az érek között óriási különbség van. Igen, azért van, mondom, hogy szerintem... Hogy te meghozod a magad döntését, hogy ehhez hogy viszonyulsz, és nem tartott helyesnek és jónak, és megint más, hogy egy teológiai harcot indítasz. Igen, de hogyha nem is teológiai harcot indítok, de elmondom a véleményemet, és ezt felvállalom, hogy miért nem, az nem, nehogy már akkor én legyek a gőgös keresztény azért, mert elmertem mondani a véleményemet. Mondom, a különbség óriási. Igen, igen. Azért mondom én is, hogy azért árnyaljuk egy kicsit a képet, és hogy én azért biztatnám arra azokat, akik ezt nem látják helyesnek, hogy nyilván érvekkel, asszertíven, szeretettel, de képviseljék ezt a véleményt, mert szerintem, ha ezt így tesszük, akkor ez áldást fog jelenteni mindenki más számára. De még egyszer mondom, szeretetből. Ervin? Én úgy gondolom, hogy bíznunk kell az Istenét ismerő népben és emberekben, hogy tudják, hogy mit kell csinálniuk. És hogyha ők még csinálnak is olyat, ami esetleg nem helyes, mint hogy utaltál a lányokra, akkor is rá fognak jönni, hogy ez mi szükségem volt erre, vagy jó, vagy nem. Az én családomban soha nem csináltunk olyat, hogy, hogy ez kötelezővé, vagy előírását tettük, hogy ne legyen. Teljesen maguktól a gyerekeink is döntöttek, mint Istenét ismerő, érett keresztények, hívők, mint ahogy te is pontosan így volt, hogy azért nem mondtad meg, mert majd ők izé, de tudod, és nyilvánvalóan az apai szíved, meg az enyém is tudta, hogy nem lenne jó, hogyha egy olyan területre lépnének, ami sikamlós és csúszik, de az élet minden területére igaz. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, hogy mi a bálvány és mi nem a bálvány, az ugye a bálvány áldozati húsokból való evésnél nagyon világosan kijön, hogy Pálnak volt egy szabadsága erre, és ő nem kárhoztatta magát, hogyha bement a bálvány templomba és megette a bálvány áldozati húst, mert tudta, hogy ettől ő nem lesz Moloch imádó, meg nem tudom mi imádó, hanem ő ezt meg tudja tenni. Viszont abban a pillanatban, hogy azt mondja, hogy valaki látja és megbotrálkozik, akkor nem eszek húst, nem iszok bort, mert nem akarom, hogy megbotrálkozik. Nem arról szólt a dolog, hogy őt elvitte az Istentől, de érett hívő keresztényekről beszélek, hanem arról szólt a dolog, hogy csak olyat akarok tenni, ami a másiknak az épülését szolgálja, vagyis szeretetből teszem, ha teszem. És igen, a mi szektárságunk abban jelenik meg, hogy mi a legapróbb részletekig meg akarjuk mondani az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy mit szabad és mit nem. És hogy mit szabad és mit nem, és ha ezt megcsinálod, akkor ez lesz, ha ezt csinálod, akkor ez lesz. És én szerintem erről kéne úgy leszoknunk, hogy persze segítsük azt, pláne aki megkérdezi, de ne adjunk ilyen, különösen ilyen nagyon szélsőségesen, hogy ez a jó, ez a rossz dolgokat, hanem építsük magunkat is, és építsük egymást is, mert aki érett hívő az Úrban, az tudja, hogy merre kell menni. Mert az a Szent Szellem, aki benne van, ő fogja elvezetni minden igazságra, és ő fogja megértetni vele azt, hogy valami jó, vagy valami nem jó, és az élet minden területére igaz. Görvic úr. Hát szerintem ezeket a vitákat már lefolytattuk párszor a karácsony kapcsán, meg a Mikulás kapcsán, meg a húsvéti nyuszi kapcsán, meg az összes többi ilyen dolog kapcsán. És ebben ugye a Róma 14 szerint szabadságunk van, mindenki eldöntheti magának, hogy üli, nem üli, hogy üli, hogyan nem üli, stb. Úgyhogy én is ugye az árszóval értek egyet, amit Ervin mondott, hogy dönts el mindenki magának, hogy mi az, ami használ, mi az, ami jó, mi az, ami helyes, mi az, ami tolerálni tud, mi az, ami nem, de ne roncson rá a másik emberre, ha ő nem úgy véli. Tehát te megtarthatod a szombatot, ha akarod, tartsd meg az Úrért, de ha valaki nem tartja meg a szombatot, arra ne roncs rá, hogy ő neki nincs üdvössége, meg ő rossz keresztény, mert ez így, és fordítva. Az ételért ne károsztasd el a te atyád, fiát, de ugyanakkor jobb semmit sem enni, amin az én atyám fia megbotránkozik. A szeretet törvény ezekben a dolgokban eligazít, úgyhogy hagyjuk szépen egymást békén ezekben, mindenki élje meg a hitét a meggyőződése szerint, ossza meg a meggyőződését adott esetben, ne roncson rá a másikra.
a ilyen hiába valóságokkal. Amen. Hát köszönöm a részvételeteket, meg a figyelmet. Én talán még annyit szeretnék mondani, hogy én legalábbis a vallásos vitatkozásokat kerülöm. Szinte minden témában kerülöm. Amikor ezek előkerülnek, hogy akkor így, vagy úgy, vagy hogy megy, merre, meddig, akár Halloween, akár a Betlehem, bármi egyébben kapcsolatosan, akkor én... De minden évben kapunk a Mikulásért, hogy merészel. Akkor én igyekszem felhasználni azt a Karácsonyra. Helyzetet, de előkerülhet most akkor, hogy mi a helyzet a muszlimokkal, a buddhistákkal, és így tovább. Nem megyek ilyen vitákba bele igazából, hanem igazából arra szeretném felhasználni, és ezt javaslom másoknak is, hogy lehet hirdetni az örömhírt, az Isten országának az evangéliumát, hogy igen, vannak ilyen dolgok, de Jézus feltámadt a halálból, és az Istennek a szeretete megjelent, és átélhető, és megtapasztalható, és akkor kitisztul a kép, hogy mi igen, és mi nem. És nem mi emberek lettünk arra rendelve, hogy megmondjuk egymásnak a frankót, hanem eljött ez a Jézus, és ő megmondta mindegyikünknek, hogy Isten egy szerető édesapa. Úgyhogy ezzel zárnánk sorainkat, és a jövő héten találkozunk, folytatjuk. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet.